A levegőből is ellenőrzik a földeket a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal munkatársai. Azok a gazdák, akik nem írtják a parlag füvet, felszólításra számíthatnak. De nem csak a mezőgazdasági területeken, hanem a városokban is képes elszaporodni a parlagfű, amely egyre többek számára okoz allergiás panaszokat. Tavaly még ebbe a nyíregyházi hulladékudvarba lehetett behozni, idén új helyszínen várják a lakosság által összegyűjtött parlagfüvet a vármegye székhelyen. A parlagfű szezon július végén, augusztusban indul be igazán, ezért most az idejében július 24-e és augusztus 4-e között várjuk a városlakókat, akik töves parlagfüvet összegyűjtenek a város területéről, és ezeket a Tüzér utca 2-4 szám alatti telephelyünkre behozzák. A Nyír.vv Nonprofit Kft. Ezen a nyáron is folytatja a már több évtizedes hagyományt, amelynek célja a parlagfű okozta panaszok enyhítése, valamint a város szépítés. A gyökérzettel rendelkező parlagfüvek ellenében a helyi lakosok szolgáltatási utalványt kapnak cserébe. Minden begyűjtött parlagfű szálért egy forintos utalványt tudunk adni, 50 tő az a minimum, amit be kell hozni. Ezeket a utalványokat a városban 13 helyen lehet felhasználni december 31-ig. A felhasználási helyek között vannak kertészetek, állateledelboltok, húsbolt, papírbolt, tehát sokfajta területen fel lehet ezt használni. A szakember elmondta, Nyíregyházán a Tüzér utca 2-4 szám alatti központi telephelyen hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken pedig 8-tól 13 óráig várják az akcióban résztvevőket. Mindenféle módszerrel érkezik hozzánk a lakosságtól a parlagfű. Van, aki zsákban, van, aki vödörben, van, aki utánfutóval. Az elmúlt években volt olyan példa is, hogy több tízezer tő parlagfűet gyűjtött össze valaki és hozta be. Sajnos itt is azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább csökken az aktivitás ezen a téren is. Dicső Péter hozzátette, az összegyűjtött gyökeres parlagfűtövek átadása során a lakosoknak rendelkezniük kell érvényes lakcímigazoló kártyával. A parlagfüvekért cserébe kapott szolgáltatási utalványokat a virágkereskedésektől a kertészeteken és vendéglátóhelyeken át a rekreációs programokig számos helyen fel lehet használni 2023. december 31-éig.